Juan! Franco! Segítsetek, megfulladok! Segítsetek! Hát hogy ne fulladnál meg, hogyha a nyakad köré tekered a takaródat? Köszönöm, Juan! Te aztán szörnyen rosszalvó vagy. Rémes volt. Olyan ideges vagyok Jimena miatt. Egész éjjel rémálmaim voltak, Juan. Nyugodj meg, öregem. Jimena már túl van a veszélyen. Nincs komoly sérülése. Mellesleg, a kórházban nagyszerű ellátást kap. Te is pontosan tudod. Nincs miért aggódnod. Értsd meg, hogy látnom kell őt. Nem nyugszom meg, ha nem vagyok mellette, Juan. Nyugodj meg az Istenért! Nyugodj meg végre! Jó? Elég, nyugi! Vedd lazábban a dolgokat, lazíts! Még a végén idegösszeomlást kapsz. Köszönöm, hogy megértesz, és hogy aggódsz értem, Juancho. Nyugi, tesó, minden rendben. Jó van. Kérsz egy pohár vizet? Milyen édesek vagytok. Hadd tudja meg, mire fel ez a nagy ölelkezés, srácok. Inkább hozz egy pohár vizet a bátyádnak. Majd én hozok neked. Mi van? Hát ez fura. Micsoda? Ez a kocsi másodszor ment el itt. Nagyon nem tetszik ez nekem. Most utána megyek és megnézem. Hé! Én is veled megyek. Hol van? Óvatosnak kell lennünk. És nyitva kell tartani a szemünket. Valaki figyel minket. Biztos, hogy valaki figyel minket. Sajnálom, gyönyörűségem, hogy ilyesmit kellett átélned. De nem kell aggódni, mert hamarosan kiengednek, és olyan energikus leszel, mint az előtt. Antonio, láttad a vadindiá reklámban? Jaj. Hát nem csodálatos volt? De igen, gyönyörű volt. De most úgy nézek ki, mint egy madár ijesztő. Ja. Nem, egyáltalán nem néz ki úgy. Most is gyönyörű, mint mindig, még a sérülések ellenére is. Nos, talán csak egy icipicikét gyenge és sápadt. De ez biztosan a kórházi koszt miatt van, kedvesem. De hisz melyik kórházban tökéletes az étel? Ezért is mondtam Leandrónak, hogy vegyünk magának egy jó nagy doboz csokoládét, kókusszal és mandulával töltve. De nem, ő inkább virágot hozott helyette. Ne kezd el megint, nem kell még egyszer elmondanod, anya. Szerinted nem szép ez a virág? De igen, valóban csodálatos. De nézd csak, más is virágot hozott Jimenának. Ahogy látom, már megelőztek. Én mondtam neked, hogy inkább csokoládét hozz. Anya, elég már. Hogy van ma az én kis drágám? Hogy érzed magad? Jól, jól. De még jobban, hogy látlak. Jaj, nagyon hiányoztál az éjjel. Te is nekem. Te is, drágám. Jaj, csak óvatosan. Na és ti miért? Miért keltetek fel ilyen korán? Mivel Antoniónak és nekem dolgoznunk kell, így nem volt más választásunk, mint korán jönni. Köszönöm, nagyon kedves, hogy bejöttetek hozzám. Magától is, Donya Melissa. Jaj, ne! Ezt a Donyát hagyjuk el, nem szeretem úgy öregét. Viselkedj velem úgy, mint egy korodbeli barátnőddel, és akkor mi ketten nagyszerűen ki fogunk jönni. Rendben, Melissa, nagyon kedves vagy. És van már valami hír a nyomozásról? Mert aggasztó, hogy ez nem egyszerűen csak baleset volt, hanem merénylet. Én is halálra rémültem. Tudtok már valamit az ügyben? Őszintén szólva, nagyon furcsa ez az eset, és még nem tudjuk, hogy ki a tettes. Minden esetre a rendőrség már megkezdte a nyomozást, mi pedig reménykedünk benne, hogy a lehető leggyorsabban megoldják az ügyet. Ez a ló majdnem készen áll a klasszikus idomításra. Nagy munka volt betanítani, de biztos, hogy a következő vásáról jól teljesít majd. Hát, azt remélem. A versenyek napról napra keményebbek lesznek, és
Már minden földbirtokosnak kiváló lovaik vannak. Igazán nincs miért aggódni, Juan. Remek munkát végeztek. Még ha újak is ezen a területen. Bocsásson meg, hogy rákérdezek, de még mindig nyugtalan a baleset miatt? Vagy már túl van rajta? Nos, nem hagy nyugodni a gondolat, hogy vajon miért történt. Egyfolytában csak azon töröm a fejemet, ki az a nyomorult, aki megpróbált megölni minket. És hogy még mindig szabadon jár kell. Reménykedjünk, hogy minden megoldódik, Juan, és nem lesz több gondjuk. Ki a fene furikázik itt, Olegario? Valaki az Elizondo birtokról? Nem ismerem fel ezt az autót, a sofőrét meg nem látom. Akkor majd én megnézem, hogy ki az. Gyanús nekem ez az autó. Ne menjen, Juan! Főleg ne egyetül, veszélyes lehet! Sietnem kell, a kocsi mindjárt elmegy. Meg akarom tudni, hogy ki csoda az. Várjon, Juan! Juan, álljon meg! Ne csináljon őrültséget! Igazán jó ember volt. Becsületes, szorgalmas, jó apa. Követette a hibákat, ahogy bárki más is, de megfizetett értük. Hát igen, össze sem lehetett őt hasonlítani ezzel az ingyen élő Don Fernandítóval. Igen, Don Bernardo áldott lélek volt. Csodálatos ember. Azonban el kell égetnem azt a fotót, és az összes többit is Doña Gabriela parancsolta. Azt mondta, nem akarja, hogy egy kép is maradjon róla ebben a házban. Hisz ő nem ördög, akit el kell tüntetni a föld színéről. Mi az? Mi történik itt? Azok apa fotói. De miért vannak ott? Úgy tűnik, hogy az én drága kislányom megparancsolta Domingának, hogy szabaduljon meg Bernardo minden holmiától, de mindenek előtt a fényképeitől. Nos, biztosra veszem, hogy ez Don Fernandito Escandon kérése volt. Dominga, ne rakd el az apám holmiát, és ne is dobd ki, kérlek. Mindent adj oda nekem, és én majd elteszem. És ha Doña Gabriela megtudja, hogy nem engedelmeskedtem neki? Nem tudja meg, ne aggódj, de ha mégis, mondd meg neki, hogy engem vonjon felelősségre, jó? Ahogy óhajtja, Doña Norma, beviszek mindent a szobájába. Köszönöm. Mész valahova? Nem. Itt maradok segíteni Saritának. Rengeteg dolgot kell intézni a birtokon. És persze a problémák ellenére nem hanyagolhatjuk el a munkát, nem igaz? Találkozol Juannal? Hát persze. Már alig várom őt. Hamarosan itt kell lennie. Nagyszerű. Daddy. Mit csinálsz itt? Utána jöttem, mert Olegario azt mondta, hogy egy kocsit üldözöl. Biztos, hogy még itt van valahol. Tovább keresem. Várj már, Juan! Miért nem hagyod annyiban? Ne menj messzebb! Ez egy nagyon veszélyes hely. Mi a biztosíték rá, hogy ez nem egy csapda? Ha ez csapda, akkor álljon elő és kapjon el végre. Már ha el tud. Állj, várj már! Juan, ez túl kockázatos! Érted? Ez a hely nagyon veszélyes lehet. Ne keresd a bajt! Thank you.
Jól figyelj rám, Ruth. Azt tanácsolom, hogy ügyet se vess Antonio apjára. Az egy gonosz vénember. Ne hagyd, hogy megfélemlítsen. Leandrónak teljesen igaza van, drágám. Nem szabad hagynotok, hogy ez a kellemetlen vénember irányítsa az életeteket. Tudom, hogy nem kellene odafigyelnem. Azonban teljesen igaza van. Normális, hogy aggódik Antonioért. Egyetlen szülő sem örülne, ha a gyereke otthagyna a tanulmányait, hogy elmenjen dolgozni, mintha nem rendelkezne megfelelő anyagi háttérrel. Én nem látok abban semmi rosszat, ha megtanul a maga lábán állni, sőt, sokat segít neki. Szerintem is jó, ha dolgozik, de nem végezheti egész életében ugyanazt a munkát, mint egy bérmunkás, aki képtelen előrébb jutni. Kislány, ne csinálj ebből akkora drámát. Mégis ki mondta neked, hogy Antoniónak pontosan ilyen sorsra kell jutnia, ha? Nem. Bízzunk a szerencséjében. Melissa, mi alakítjuk a sorsunkat. És szerintem Antonio nem épp a legjobb úton jár. Jaj, ne rágódj már annyit ezen a dolgon, drágám. Figyelj, ha úgy alakul, megígérem, hogy kifizetem Antonio tanulmányait, mintha csak a fiam lenne. Nem, Melissa, nem, ez kész őrültség, nem engedem meg. És miért nem? Mondd. Talán annak a Bamba Benitónak nem fizettem ki a tanulmányait? Na és minek? Hogy egy diplomás bábfigura legyen, aki a vén Raquel szoknyája mögé bújik? Nem. Miért ne segítsek egy fiún, aki valóban ígéretes? Melissa, te nagyon jó ember vagy, de ne es túlzásba. A nagy lelkűségnek is megvannak a határai. Te csak ne aggódj. Tudom, hogy intézzem a dolgokat. Na jól van, akkor én most megyek. Hagylak téged dolgozni. Szervusz. Vigyázz magadra. Ki kísérnél, kisfiam? A szinkront az MTV